Ezek a jószágok, rágcsálók általában az jellemző rájuk, hogy terráriumban, akváriumban, valamilyen ajzaton, tehát egy forgácson vagy egyéb alomanyagon tartjuk őket, és ha kellően tisztán tartottuk, akkor nem is fog gondot okozni a lakásban. Már itt gondolok az illatukra, ami, hogyha elpiszkolódnak, azért kellemetlen tud lenni. Akkor nézzük először is, hogy kik ők. Az elsőnek a fehér egeret tárgyaljuk. Ő gyakorlatilag a hazánkban is élő házi egérnek az albino változata. Ezt laboregérnek, illetve ilyen takarmány állatként, kígyóknak, nagyobb egyéb hüllőknek takarmányként tenyésztették, de manapság igen sok családban megtalálható, mint gyermeknek a legolcsóbb, legegyszerűbben beszerezhető kis házi kedvence. Következő állatkánk a japán táncolóegérnek nevezett kisegér. Ő gyakorlatilag ugyanaz a faj, mint az előző, tehát ő is a házi egérnek egy változata. Őt egy véletlen segítségével sikerült kitenyészteni ezekből a laboregerekből. Kicsit érzékenyebb, mint a sima fehéregér, általában tarka, ugrabugráló, nagyon aranyos kis kedvenc. A harmadik egerünk, ő teljesen más faj képviselője, a mongol futóegér. Ő Ázsiából származik, nagyobb testű is, de szintén egy könnyen tartható kis rágcsáló. Akkor menjünk sorba ezeken az állatkákon. Először is a normál egérkének, a házi egérnek a leszármazottja a fehér egér. Ő nagyon könnyen, egyszerűen tartható, hiszen a mi éghajlatunkon él a természetben is. Így bárhol, akár még egy fűtetlen helyiségben is, ha megfelelő meleg ajzatot biztosítunk neki, akár télen is tarthatjuk, nyilván nem kint a hófúvásban, de egy zárt helyiségben tökéletesen tartható. Igénye egy viszonylag nagy terrárium, hát itt értek egy olyan nagyon egy 40x30-as alapterületű terráriumot, vagy ennél nagyobbat, mert minden szabály minden állatnál, hogy túl nagy helyet nem tudunk biztosítani állatunknak. Ajzatnak tökéletesen megfelel, hogyha forgácsot teszünk alá, vagy pedig egyéb ilyen csutkaalmok, vagy macskaalom, széna kombináció, egyéb dolgokat, bármit tehetünk alájuk. Egy a lényeg, hogy az neki kellemes legyen, tehát egy puha, meleg környezetet biztosítson, ugyanakkor nedvesség és szagmegkötő legyen. Ő egy kicsit, hogy úgy mondjam, egérszagú, hogyha nem tartjuk megfelelően tisztán, ezért gyakran úgy heti 2-3 alkalommal az ajzatot cserélni kell alatta. Elesége a legegyszerűbb bármilyen magkeverék, ez az alaptakarmány. Ehhez jönnek zöldségek, gyümölcsök. Itt megjegyezném, hogy mint általában a rágcsálóknak, de a többieknél is ugyanez a probléma, hogy káposztaféléket, burgonyát, ilyesmit nem szabad adni nekik, hiszen ezek puffasztanak, illetve a krumpli tartalmazhat egy bizonyos anyagot, ami ő nekik mérgező. De ezen kívül a háztartásba fellelhető bármilyen zöldség, gyümölcsöt lehet adni. Az ő vízigényük nem túl nagy, ezért, hogyha folyamatosan lédús takarmánnyal etetjük őket, tehát naponta kapnak valamilyen zöldséget, gyümölcsöt, akkor nem okvetlen fontos nekik vizet biztosítani. De azzal együtt én azért mindenkinek ajánlom, hogy egy kis itatót szereljen a terráriumra, amiből tudnak inni. Ez általában egy ilyen szopókás itató, amit ugye nem tudják így kiborítani a vizet, és nem tudják piszkítani sem. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a egerünk igen jól tud ugrani. Tehát kifejezetten magas ugró művésznek számít, méretéhez képest, ugyanis még a fél méter magas terráriumból is simán ki tud ugrani, ezért a terrárium a tetejére valamilyen nem rágható rácsot, tehát lehetőleg egy fém szúnyoghálóból készített rácsot, vagy pedig lehet kapni ilyen agrohobbi boltokba rostaanyagokat, tehát ezeket a kemény dróthúzal rácsokat. Ezből készítsünk egy tetőt. Következő egerünk a
táncoló egér. Ő, mint már említettem is, gyakorlatilag fajra azonos faj. Annyi a különbség, hogy kisebbre nő. A nevét ahonnan kapta, az, hogy táncol, általában körbe-körbe szaladgál, forog. Ez sajnos elég prózai okból történik, ugyanis genetikailag hibás, tehát az egyensúly szerve örökletesen sérült. De mivel ez érdekes volt annak, aki először felfedezte ezt a hibás mutációt, tovább tenyésztették, és így mint táncoló egér vonult be a köztudatba, illetve a köztenyésztésbe, és nagyon sokan kedvelik, egy érdekes, aranyos kis állat. Ő gyakorlatilag teljesen megegyezik a tartása az előzőekben említettekkel, avval a különbséggel, hogy ő sokkal érzékenyebb, pontosan az örökletes problémái miatt is. Itt értem azt, hogy hőigénye, tehát őt semmiképpen ne tartsuk hideg helyen, mindenképpen fűtött lakásban, meleg helyen tartsuk. Ezen kívül ő neki feltétlen szükséges vizet biztosítani, ugyanis neki nagy szüksége van a vízre, sokkal nagyobb a vízszükséglete, mint másik egerünknek. Nagyon könnyen szomjan pusztul már egy-két nap szomjazás után is. Ő kevésbé ugrik ki, tehát hogyha nem tudunk egy fedelet, rácsot, valamit biztosítani a terrárium tetejére, őt egy 30 centi körüli terráriumban nyugodtan tarthatjuk, nem fog megszökni. Harmadik egerünk a teljesen más faj, a mongol futóegér. Őről a tudni kell, hogy ő Ázsiából származik, ilyen sivatagos, félsivatagos területekről, ahol magvakat, apró rovarokat, egyéb növényi részeket földbe vájt kis üregekben él. Tehát ebből is adódik a tartási szükséglete. Őt is tarthatjuk ugyanúgy, ugyanevvel a módszerrel forgácson, vagy bármilyen más alomanyagon. Őnála szintén elmondhatjuk, hogy vízigénye igen csekély, de ezzel együtt én szoktam neki kivóvizet biztosítani, és ezt javaslom is azért mindenkinek. Őrá jellemzőbb az is, hogy rovarokat eszik, esetleg néha egy-két lisztkukaccal, vagy egyéb állati eredetű takarmánnyal is meg lehet kínálni. Itt gondolok sajtra, teknősök etetésére használt szárított halra, vagy a alsóbrendű rákok szárítmányára, és egyéb hasonló dolgokra, de ilyen kai hulladékokat is elél elég jól. De persze ezek csak kiegészítő takarmányok, itt is az alaptakarmány a mageleség. Őnál, ami nagyobb testű rákcsálónál már fontosabb a rostbevitel, de előző egereinknek is, tehát a házi egérnek, azaz fehér egérnek, illetve a táncoló egérnek is adhatunk rostban gazdag anyagokat. Itt gondolok fűszénára, vagy pedig a zöldséggyümölcsökbe olyan anyagokra, amik esetleg keményebbek, rostosabbak. Tehát a mageleség az lehet gyakorlatilag bármilyen keverékeleség. Itt szóba jöhet a nyúltáp is, mint kiegészítő takarmány, de ezeket általában keverjük össze, vagy úgy vegyük már eleve kereskedésbe, hogy ezeknek az állatoknak való keveréket vásároljuk. Zöldséggyümölcs szintén nagyon fontos, adnunk kell nekik, ugyanis szintén a nedvességgel kapcsolatban, mint említettem, a vízigényüket ebben tudják pótolni, de ezen kívül ugye rengeteg vitamint, ásványanyagot, sok olyan anyagot találhatunk benne, amire szükségük van és a magban nincs. Ki kéne térnünk még a tenyésztésükre, vagy mondjuk inkább úgy, hogy szaporításukra. Ezek az állatok általában ilyen úgynevezett nagy családokban élnek a természetben, és ez azt jelenti, hogy több nőstény egy-egy kifejlett hímmel, és ezeknek az ivadékai él együtt. Mivel itt szűk helyre bezárjuk őket egy kis terráriumba, ezért javasolt, hogy ne túl sok állatot tartsunk együtt. Lehet párban is tartani, hát egy-egy állat is el van éppen, de én inkább a több állat együtttartását tudnám javasolni, mert egyedül azért nem kifejezetten jól érzik magukat. A több állat viszont úgy a legjobb, hogyha több nőstény, egy 2-3 darab nőstényre egy hímet számítva,
tartjuk. Szaporulatukat nyilvánvaló, mikor már a szopást abba hagyták, illetve leválasztható korba értek, ezek általában olyan 20-22 napos korban már leválaszthatóak, akkor távolítsuk el, ugyanis a következő szaporulat is jön, és akkor problémákat okozhat. Elég szaporú állatkákról van szó, a néhány darabtól a 10-12 darabig tud elleni egy ellés alkalmával. A vemhességük a házi egéré 20 nap, a mongol futóegéré valamivel több, de neki is elég rövid, és meg kell említenünk, ha a hímmel együtt van, akkor általában ellést követő 4 óra múlva újra ivarzik a nőstény, és párosodnak is, tehát számítani kell, hogy durván 20 naponta, havonta lesz szaporulat, hogyha itt tartjuk őket. Egereinknél sajnos az a jellemző, hogy nem egy hosszú életű állatkák, általában egy másfél-két évig élnek, egyedül a bemutatott egerek közül a mongol futóegér, amelyik tovább bírja, ez akár 4-5 évig is elélhet.